Az év végében lezárulnak a TOP pályázatok, ám ezekkel párhuzamosan, azt részben kiváltva már folynak a TOP Plus projektek. Ezeknek a forrásoknak a felhasználásával számos útszakasz újult meg Karcagon. Szilárd burkolatot kapott például a Zádor hídhoz vezető út, amely a város egyik turisztikai célpontjának megközelíthetőségét javítja. Mivel az utóbbi 4 évben jelentősen nőtt a személyautók száma Karcagon, így a város több útvonalát fejleszteni, felújítani kell. Varró utcának a belső részét fogjuk felújítani. Ugye ott a Tanyasi kollégium mögé, illetve a bölcsödéhez vezető út az, ami nagyon-nagyon rossz állapotban van. Emiatt kell megtennünk ezt, amikor a bölcsödét felújítottuk, ezt meg is ígértük, most jutottunk el oda, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Ugye ez egy egyirányú utca, meg kell néznünk azt, hogy mennyire kell majd tovább egyirányosítanunk, hiszen a bölcsödébe is nagyon sokan járnak. Ugye csoportfejlesztés is történt, tehát a 4 csoportos bölcsödéből egy 6 csoportos bölcsöde került kialakításra a Varró úton. Ez azt jelenti, hogy majdnem megduplázódott a gyermeklétszám, tehát mindenképpen szükséges az, hogy normális, jó parkolót és jó úton való elérhetőséget biztosítsunk a bölcsödébe járóknak. A Szivárvány útnak egy része már elkészült, most tudjuk befejezni, hiszen a vasútállomástól egészen nagyjából a pakettig fogjuk tudni megtenni, ott is nagyon sok kátyú van. És ugye ez is abban a koncepcióban tartozik, amikor azt mondtuk, hogy a főgyűjtő utak az elsődleges prioritás, tehát ahol gyakorlatilag a város legnagyobb forgalma van, és onnan tudunk majd visszalépni ilyen szempontból alsóbb rendű utakat rendbe tenni. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy ezekkel az utakkal menet közben nem foglalkozunk, de itt elsősorban a kátyúzás és a ideiglenes rendbetételéről tudunk beszélni, hiszen először, ahogy mondtam, a legfontosabb utakat kell rendbe tenni. A végére hagytam a Zöldfa útnak a felújítását, hiszen ennek ugye több jelentősége van. Egyrészt így lesz összekötve a milánói világkiállítási pavilon, a Madarasi út, illetve a felújított Zádor hídhoz vezető útnak az összeköttetése, illetve így tudunk majd csatlakozni és közösen gyakorlatilag egy körbejárhatóságot biztosítani a város főútjain, hiszen a TOP pluszos pályázatban a közút benyújtotta a Dózsa-György útnak a felújítását, ami egészen innen a Kossuth téri újságos pavilontól a Zádor hídi bekötő útig fog tartani. Tehát így lesz meg az a teljes összeköttetés a felújított úthálózatok között, hogyha a Zöldfa utat is rendbe tesszük, és nyilván ebbe beletartozik az Ohio térnek, tehát a kórház előtti térnek a rendbetétele, az ottani parkolóknak a felújítása is, hiszen a buszmegálló mögötti parkoló az hagy némi kívánivalót maga után az út minőségét tekintve. Májusban 3 pénzintézet fúziójával megalakult a legnagyobb tisztán magyar tulajdonú pénzintézet. Az MBH-ban Karcagon is nyitott irodát, így a városi térségi fejlesztésekben is partnere tud lenni a kisebb vállalkozásoknak, de a nagyobb cégeknek is. Ez adja az igazi értékét majd annak, hogy itthon tartjuk a pénzt, mint csak ki elvigye, ugyanis innen. Mindenki magyar, és mindenki itthon tartja a tulajdonosok közül is a pénzt. Ugye 30,5%-os tulajdonos egyébként a magyar állam, tehát a magyar kormány jelen pillanatban az MBH-n belül, tehát erősen kötődünk a különböző kormányzati eszközökhöz és fejlesztési elképzelésekhez, és nyilván ezeket szolgáljuk a működésünkkel. A különböző statisztikai adatok azt mutatják, hogy részben a TOP forrásoknak is köszönhetően erősödött Karcagváros gazdasági ereje. Karcagi járás a járság mögé lépett föl. Ez jelentős előrelépés. Azért erős előrelépés, ugye mindig a járság volt vármegyében az, akire azt mondták, a gazdaság motora, a gazdaság húzóágazata a szolnoki járással együtt. Na most, ha a járási tekintetben nézzük, Jászberény, Szolnok és a Karcagi járás következik. Ez jelenti azt, hogy ezek a források, amik ide érkeztek, jól hasznosultak, jó irányba vagyunk.
A kávészünet sorozat egy-egy állomása jó alkalom arra, hogy a város politikai, pénzügyi, gazdasági vezető személyiségei közvetlenül megtárgyalhassák egymással az eddigi eredményeket, illetve a közeli jövő fejlődési lehetőségeit.